egyensúlyban. Nők a magánélet és a munka között. Podcast sorozat Szuromi Kovács Ágnessel és Vágó Pirossal. Professzor dr. Acél Petra kommunikációkutató, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem tanára, a Média a Családért Alapítvány kuratóriumi elnöke, egy fiú édesanyja. Érvelni jó, meggyőzni fontos, hatni felelősség. Az idézet szerzője professzor dr. Acél Petra kommunikációkutató, egyetemi tanára mai vendégünk, akivel többek között erről a felelősségről, nevelésről, pályaválasztásról, a család és hivatás összehangolásáról fogunk beszélgetni. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hálás vagyok, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást. Avassuk be a nézőket, hallgatókat, hogy te most már egy 20 éves nagyfiú, boldog és büszke édesanyja vagy. Hogyan érkezett ő a te életedben? Mennyire volt számodra természetes a gyermekvállalás, vagy mennyire volt ez egy nagyon jól átgondolt, tudatos döntésnek az eredménye? Az életem a gyerekem születéséig alapvetően nagyon kiegyensúlyozott, és ha nem is azt mondanám, hogy tervezett, de elgondolt volt. A szónak abban az értelmében, hogy én házasságot kötöttem, szentségi házasságot is kötöttem, elfogadtuk a gyermeket, akit Isten ad, és ez a gyermek, ahogy Isten adta, megérkezett körülbelül a házasságkötése másfél év múlva. Azt nem állítom, hogy minden tekintetben könnyű volt. Nem azért, mert ne lett volna várt gyermek, hanem azért, mert például akkor a férjem egy kicsit még úgy gondolta, hogy lehetett volna időnk ugye egymással foglalkozni. És ugye ezek érdekes beszélgetések, és azt gondolom, hogy hirtelen csapunk bele a lecsóba, de erre szerintem még akkor is kell készülni nőként, hogyha nagyon tudatos, meg nagyon elhatározott egy házasságban, hogy persze, hogy szeretnénk gyereket vagy gyerekeket. Ez egyébként később egy kicsikét meg is maradt a kapcsolatban, tehát hogy olyan nincsen, hogy most jön, és akkor én máskor szeretnék, vagy de jó lenne még most egy picikét élni, akkor nagyon felnőttnek kell lenni, és boldogan kell fogadni azt, amit Isten ad. De hogy akkor sikerült ezt az egészet zökkenőmentesen mégiscsak megvalósítani, de ehhez lehet, hogy ahogy most is jó, ha van segítség, volt segítség? Igen, és azt gondolom, szerintem ebben valljuk be, mi nők együtt vagyunk, most itt hárman beszélgetünk, meg akik hallgatják, és szerintem köztük is sokan vannak, nagyon-nagyon jó jön a segítség. És segítséget kell kérni, segítséget kell elfogadni, mert bár segítségnek hívjuk, valójában ez inkább egy természetes összekapcsolódás, amikor egy nő szül, akkor tulajdonképpen örül a ház, örül a család, örül a település. Van egy, ahogy visszük neki az ételt, az italt, hogy meg akarjuk látogatni a kisbabát, végül is közügy is, hogy valakinek gyermeke születik, mert bővül a közösségünk. Tehát nem is annyira segítség az, amire szükségünk van ilyenkor, hanem ez a nagyfokú magabiztosságot is adó támogatás, amikor nem kell külön kérni, hanem egy picit sorban áll mindenki. Az én külön szerencsém az volt, hogy a kisfiamnak egy olyan keresztmamája lett, aki elképesztő és csodálatos volt. És nekem, ha ki kell emelnem a nagyszülőkön túl, a rokonokon túl valakit, hát ő egy igazi ajándék. A mai napig egyébként a fiamnak. De azért az ritka, amikor sikerül már rögtön egy ilyen óvó közösséget létrehozni a családon belül, egy ilyen még szűkebb kis egységet, akik viszont az újszülöttel együtt mégiscsak együtt működnek anyukával, apukával. Nem vagyok benne biztos, hogy ritka, inkább szerintem néha nem vagyunk elég hálásak érte. Tehát megvan az a pici közösség, megvan az a kicsi kör. Valljuk be, amikor az ember szül, akkor tele van izgalommal. Pláne a mai korban, amikor már mindent elolvasott előtte, közben átnézte, kétszer megijedt, kétszer mellé esett, már mindenki elmondta a saját életéből a szülés élményeket, amiből ő sehogy se tudja összerakni, hogy az övé milyen lesz, mert nem lesz olyan. És ugye az ember ebben a viszonylag racionális és információval bőven ellátott korban ugyanúgy találkozik a gyerekével, mint 100, 200, 300, sőt, ki tudja hány éve. És ezt az ösztönösséget kell ugyanakkor néha a mai világ racionális nyelvére lefordítani. Vajon eleget szopizik-e? Vajon elég erőteljes-e? Vajon megfordult-e? És erre állandóan valami nagyon okos választ várunk, pedig
És itt jön a másik lényeges dolog, hogy ez a közösség, ami körbevesz minket, abban is segíthet, hogy egy kicsit megbízunk az ösztöneinkben, hogy az ember érti ezt, hogy erre született, hogy a gyereke legyen, és hogy fel fogja ismerni, tehát hogy hagyja, engedje el, nem kell tejfakasztó teákat inni naponta 15-öt, ahogy én tettem, például nem volt szerencsés, jó sok cukorral, nem mondom a következményeket, hanem el lehet azt fogadni, hogy rendben van, vagy jobban figyelni. Ugye a közösség abban is segít szerintem az az egy-két ember, hogy hagyja, hogy az ember kimutassa a félelmeit, ugyanakkor kicsit lehessen figyelni, hogy ezzel a babával mi van, hogy velem mi van. Hogy hogy változott meg a világ? Én sokszor mondogatom magamban, hogy hát mikor egyetemista voltam, akkor ezt és azt csináltam, mondjuk este mesélem valakinek. És hirtelen belém vág, hogy na de hol volt akkor a gyerek? És rájövök, hogy miért még nem élt? De nekem a mai perspektívámból már szinte elképzelhetetlen, hogy volt egy olyan élet is, amikor ő nem volt, mert minden ahhoz képest nyert értelmet. És egyébként te hogy emlékszel az anyaság, az, amikor tényleg édesanyává váltál, az hogyan változtatta meg az életedet? Azért érdekes, amit kérdezel, mert én gyerekként is bizonyos értelemben valami anyaság gondolatban éltem, csodálatos édesanyám van. És ő rengeteget mesélt arról, hogy számára mit jelentett az anyaság. Tehát én tulajdonképpen kamaszként már átéltem azt a nagyságrendű élményt, ami... Mindig így mondjuk édesanyámmal, hogy a nagy találkozás, mert ez egy nagy találkozás, nem igaz, hogy csak a szerelmekben van, ez egy igazi nagy találkozás az embernek, mikor a gyereke megszületik, meg hát egyáltalán, amikor tudja, hogy már érkezik. És nekem ebben volt egy folytonosság, tehát nem azt állítom, hogy egy megrázó egyik pillanatról a másikra engem megváltoztató élmény volt, hanem egy nagyon természetes, lényeges élmény. Ezt is szoktuk mondani, hogy annyi mindent átélünk egy nap. Hát a gyermek megszületése számomra egy lényegi, tehát az egész világot átértelmező, mégis kényelmessé tevő fordulat volt. Ez egy picit így a lelki része, a lelki megélése az anyává válásnak, de beszéljünk a fizikai körülményekről, hogy mennyi idő után mentél vissza dolgozni. Egyáltalán volt-e ezzel bármilyen konfliktusod, hogy miért ilyen hamar? Miért nem előbb? Ez a visszamenni dolgozni, ez az én esetemben, aki egyetemen tanítottam már akkor, egy kicsit más helyzet volt, mert hogy egyetemen lehet csak egy órát is tartani, meg lehet két órát is tartani, az egy más kérdés, hogy az embernek milyen jövedelme lesz belőle, de most ne tépjünk fel sebeket. Tehát, hogy megéri-e mondjuk ennyit dolgozni, úgyhogy én 6 hónapos volt a kisfiam, amikor egy órát elvállaltam az egyetemen. Az első, ugye ezt minden kismama tudja, az a felöltözés, hogy most akkor bemegyünk emberek közé, és most valahogy úgy kell kinézni, hogy nem minden arra van kalibrálva, hogy a pici elérjen minket. És az tulajdonképpen azért volt jó, mert ez egy másfél óra vagy két óra távollét volt, és adott napon, tehát nem volt hosszú idő, de engem egy kicsit visszavitt, és azt se felejtsük el, hogy fiatalok közé vitt vissza. Tehát egy olyan közegbe, ahol egy kicsit azt láttam, hogy majd a fiam, majd egyszer ő is lesz ilyen korú. Aztán valahogy jött, egyre többet el tudtam vállalni, volt segítség. Tehát azt gondolom, hogy mire a fiam 3 éves lett, azért nagy rész azt mondom, hogy teljes állásban, vagy teljes munkaidőben dolgoztam. Hozzáteszem még egyszer, kötetlenül. Ugye manapság sokat lehet olvasgatni, hogy az anyaság nem kényszerpihenő, nagyon jó lehetőség rugalmas munkák, vállalkozások, vállalkozásformák megtalálására. Én mindenkinek inkább ezt a nézőpontot ajánlanám. Én azt látom nagyon sok esetben, hogy a nők lehet, hogy mire eljutnak a szülésig, lehet, hogy ez ugye a kitolódás miatt eleve később van, de hogy nagyon sokszor egy olyan fajta fordulópontot is jelent az életükben, hogy utána már nem akarják ugyanazt csinálni, amit előtte, és egy teljesen más irányba indulnak, a szívükhöz közelebb álló irányba indulnak. Azért érdekes, amit mondasz, mert szoktuk mondani, hogy a legérdekes, tehát a legjobban a jövőre való készséget a gyerekvállalás mutatja meg, mert vállalunk valamit, amiről semmit nem tudunk. És pontosan erről van szó, hogy te megtervezheted várandós korodban, hogy te majd így fogod csinálni, te majd 10 hetesen, te majd 6 hónaposan, és abban a pillanatban, hogy megtörtént a dolog, már nem is ezt akarod.
Vagy nem is tudod megcsinálni, mert nincs lehetőséget, és attól még minden rendben van, de már másképp állnak a dolgok. Tehát egy ilyen nagy-nagy metamorfózis, abban az értelemben is, hogy minket, nőket is, meg nyilván a családot is készítesz arra, hogy hát ilyen a jövő. Szóval nem mindig tudom én azt pontosan megtervezni, hogy milyen lesz. Egy ember születik a maga teljes ígéreteivel, meg lényével. Hát még szép, hogy egy picit átírja a terveket. Vajon a te szakmai életed és a te munkásságod, ez mennyire hatott ki arra, hogy édesanyaként hogyan neveltél? Tehát mondjuk az ilyen pillanatok, vagy akár mások, hogy látod, hogy hogyan hatott ki a fiaddal való kapcsolatodra? Az evidencia volt számomra, hogy minden, ami szabadidő, az a gyerekemmel történik. Tudom, hogy erre vannak elképzelések, hogy a család, persze a családommal. Tehát magyarán arról van szó, hogy ami nekem nem munkával töltött idő volt, az a családdal töltött idő volt. Tehát ebben nem voltak benne ilyen, én regenerál, tudom, hogy ma nagy divat az én idő, senkit nem akarok megbántani. Nekem az én időm az a családi időm volt, és ezt a gyerek egyébként nagyon hamar meg is értette. Tehát, hogy eljön az a pillanat is, az az idő is. Ha például otthon tanulmányt kellett írni, na, azok voltak az aranyos jelenetek, mert ugye ki hogy ír tanulmányokat, én tőlem ez egy nagyfokú koncentrációt, nagy csöndet igényel, és ő ugye végtelenül falat módon mindig odajött, és megbögdösött, hogy mama, ez melyik dino? És akkor ott akkor egy olyan fél órára ugye kiesett az egész. És arra például kellett figyelni, hogy amikor ösztönösen ingerültség tölti az embert, hogy hát nem igaz, hogy nem tudjátok lekötni a gyereket, amíg én ezt a jelentős művet éppen alkotom. Nekem mindig az segített, hogy rájöttem, hogy nem jelentős mű. Igazán az ember szerintem akkor a legkönnyedebb, hogyha saját magának nem tulajdonít túl nagy jelentőséget. A nőknek ez egy olyan erőpróba, hogy utána már mindent bírnak. Tehát aztán utána már bárki bármit akar, szóval ezt meg fogjuk tudni csinálni. Szokták is néha a férfiak mondani, hát nekem nem volt meg ez a nagy erőpróbám, amit ti végigcsináltatok. Hozzáteszem egyébként, ez is érdekes, hogy én például nagyon ügyeltem a gyerek kiskorában arra, hogy amikor az a kérdés elhangzott, hogy mit csináltatok ti ma, tehát mondjuk otthon voltunk, és hát ti jól tudjátok, hogy azért az nagyon munkás, és szinte egy ilyen egyik feladatból a másikba szédül az ember, és egy kicsit úgy is érzi, hogy most mit fogok mondani, mit csináltam, hogy én például tényleg elmondtam, hogy mit csináltam. Tehát nem azt válaszoltam, hogy semmit. Vagy ha azt mondta valaki, hogy tudod, ő egy otthon ülő kismama, akkor megkérdeztem, hogy miért, mit gondolsz, a kismamák otthon ülnek? És ez egyébként egy kifejezetten fontos kérdés, hogy nem mondjuk azt, hogy otthon ül kismama, mert ő nagyon ritkán ül le, ő folyamatosan dolgozik. De egyébként akkor azt gondolom, hogy nálatok kellett is ehhez egy olyan fajta férje, aki ezt értette, értette a te gondolkodásmódodat, és nem csak értette, hanem tett is veled együtt. Ez nálunk konfliktusosabb volt, mert én aztán elváltam. Tehát a férj egy ideig meg volt, egyébként nagyon barátságos ember a fiam édesapja, és ez nyilván nem tette könnyűvé azt az időszakot, de azt gondolom, hogy a lehetőségek szerint jól oldottuk meg, és amit mondtam nektek, hogy a keresztmama, vagy az én édesanyám, vagy egyébként az apukájának az édesanyja milyen szeretettel vett részt a munkálatokban, még apukám is megpróbált, az már egy nehezebb tanulási folyamat volt. Ilyen értelemben nem szenvedtem én hiányt. Szerintem nagyon sok nő éli át, hogy a férjét hogyan vonja be ebbe az időszakba. Úgyhogy egyszer s mind meg is felel a férjének, tehát nem akarja őt se egyedül hagyni. Egyrészt az én tanácsom nyilván nem lesz túl hiteles, mert én végeredményben nem tudtam ezt olyan sikerre vinni, de alapvetően azért mindenkinek azt mondanám, hogy lehet elfogadni itt, hogy ilyenkor nekünk a legnehezebb nőknek, hogy lehet kérni azt a többletfigyelmet, lehet elmagyarázni, lehet jó szavakat használni. Tehát mindig szoktam mondani, hogy a férjnek meg fiúgyereknek se hagyjuk, hogy azt mondja, hogy segítsek valamit otthon, mert az nem segítség, hanem a feladata. Tehát ne hagyjuk egy kicsit magunk, legyünk megbocsátóbbak magunkkal, mert akkor kiderül, hogy tényleg szeretnek minket.
Többször említetted édesanyádat, és én olvastam is arról, hogy számodra ő nagy inspirációt jelentett, és mik voltak azok, amikkel ő téged ösztönözni tudott, esetleg mivel foglalkozott ő, és mik voltak az ő küzdelmei? Édesanyám építészmérnök, élete nagy részében házakat tervezett, aztán főépítész volt, két nagy kerület rehabilitációs tervét irányította gyakorlatilag is annak a megvalósítását, egy igazi, szenvedélyes tűzgolyó, tehát egy olyan asszony volt mindig, akiből áradt, hogy boldog, ha velünk gyerekeivel van. Ez egyébként ezt mindenkinek mondanám, hogy a gyerek érzi, hogy a szülő jól érzi magát vele. Én mindig éreztem, hogy édesanyám boldog, nagyon jól érzi magát velünk, hogy szalad, hogy siet, hogy megbeszélhessük. Rendkívüli érzékkel beszélgetett velünk, szóval rengeteget beszélgettünk, és nem praktikus dolgokról. Mm. Tehát nem arról, hogy becsomagoltad-e az iskolai cuccot. Soha nem kérdezett olyat, hogy mi volt az iskolában. Mindig megkérdezte, hogy na is ma a barátnőd elmondta, amit tegnap félbe hagyott. Tehát mindig volt figyelme arra, hogy hogyan folytassuk a diskurzust. Kultúráról beszélgettünk, közéletről beszélgettünk, mikor már nagyobbak voltunk. Elmondta a gondjait, amikor már nagyobbacskák voltunk. Van egy ilyen divat, hogy tedd le a gondjaidat a küszöbön, és ne vidd haza. Hát hova vidd? Tartsd a szatyrodban, hát oda kell vinni, meg kell mosdatni a mások szeretetének a könnyűségében a gondokat, és hittem mindenki bír simulni attól, hogy valaki mond egy okosat rá. És igazán azt gondolom, hogy édesanyámtól ezt a nagy, szenvedélyes, természetes örömet, részvételt, aktivitást kaptam, és ő mondta nekem mindig, hogy gyereket nem nevelsz, a gyereket szereted. És hogy nem tudsz másképp viselkedni vele, mint amilyen vagy. Tehát nem kezdesz el egy iskolát járni egy időben, nyilván változunk. Én például sokkal türelmesebb lettem, mert egy olyan fiam született, hogy ezt igényelte, tehát hogy jó értelemben, tehát ő introvertáltabb, és ki kellett várni, mire megmondja. És volt, hogy két napot kellett várni, de ezt megtanultam, de önmagam tudtam lenni. Erre mindig édesanyám azt mondta, hogy el fogsz követni hibákat, azzal együtt leszel majd jó anya. Csak ami szerintem itt is kulcs, hogy meg is bocsássuk magunknak azokat a hibákat, aztán amikor már így rájövünk, hogy ja, oké, akkor most ez egy hiba volt. De egyébként azt is mesélted, hogy édesanyád volt, aki bátorított, hogy te magad lépj tudományos pályára, és hogy folytasd az egyetemi tanulmányokat. Ezt hogyan tette, vagy hogyan tudott egyáltalán tovább lépésre bíztatni? Egy olyan családban nőttem föl, ahol hát mindenki értelmiségi volt, úgyhogy volt is egy ilyen nagyon nyilvánvaló elvárás, hogy nyilván tovább tanulunk. De ezt édesanyám valami olyan természetes módon, ő ezt nem közvetítette, tehát neki érezhetően mindegy volt, hogyha én fizikai munkát szerettem volna végezni, vagy valamilyen mesterséget, inkább abban is támogatott volna. Inkább arról van szó, hogy minden, amihez kedvem volt, azt nagyon erősen, azt átbeszélgetve támogatta. Tehát eljött, meghallgatott, hogyha valahova elmentem, vagy előadást tartottam, vagy ez a mai napig így van egyébként. Most is például egy konferenciára együtt fogunk utazni. Nagyon gyakran, persze, ahol én angolul fogok előadni, és ő nem tud angolul, de mindig azt mondja, hogy értem, amit mondasz, ugye, amikor hallgat. És büszke is vagyok rá, mert lehet, hogy egyeseket meglep, de néha szülőket is el lehet vinni a teljesítményeinkhez, mert végül sokat tehetnek arról, hogy itt tartunk. Igen. Úgyhogy az, hogy én tudományos pályára léptem, inkább talán az volt a nagy dolog, hogy az, hogy bölcsész lettem építészek és orvosok között, azt úgy senki nem haragudott. A édesapám mondta azt, hogy hát azért jobb lenne, ha orvos lenne, mert akkor tudnál ápolni, mikor idős leszek. Mondtam, hogy ezek nem ilyen közvetlenül érvényesülő dolgok. De amikor doktoráltam, akkor már ő is azt mondta, hogy talán nem biztos, hogy minden rosszul alakult. Te voltál az első, aki hazánkban retorikából a rendszerváltás után doktorált. Mi volt az, ami téged ennyire megfogott a retorikában? És volt esetleg olyasmi, ami igazából a magánéletben is, vagy a mindennapokban is tudott segíteni téged a retorika? Ugye a retorika egy olyan régies szónak hangzik, de ha belegondoltok, az a társas élet egyetemes tudománya. Valakivel beszélni, valakivel kommunikálni úgy, hogy hagyjuk, hogy hasson ránk, hogy mi hassunk rájuk, vagy rá.
Tulajdonképpen egy beszéddel megalkotott, vagy kommunikációval megalkotott világ. Ennek nagyon rossz kimeneteit láttuk már a történelemben, nagyon jókat láttuk már. Egyébként egy igazi sikerfaktor a munkahelyen, mert ahogy az egyik leghíresebb üzletember mondja, ez az egyetlen olyan képzés, ami 50%-kal növeli valakinek az értékét a piacon. Ami igazán megfogott az az, hogy ebben mennyi minden van. Tehát ugye azért a retorikának nem csak gyakorlata van, hogy kell egy beszédet, vagy egy előadást megírni, hanem elmélete, hogy mitől van az, hogy emlékszünk valamire, amit valaki nekünk mondott. Hogy mennyire összetett az emberben, amikor kommunikál a képi és a szavakból összeálló világ, az érintés, a mozgás, a test, a kinézet. Ennek minden vonatkozása megbabonázott, és mivel én ugye nyelvésznek készültem már akkor, hát akkoriban senkit nem érdekelt a retorika. Rendszerváltás után vagyunk nem sokkal, retorika címén helyesírást tanítottak az egyetemen, és szép kiejtést. És akkor én jöttem ezekkel az álmodozásaimmal, hogy de mi lenne, ha előadást is tanítanák. Akkoriban kevés volt a magyar szakirodalom is, én tudtam angolul, tehát tudtam azokat a dolgokat megrendelni, meg. Hát Istenem, ezek még ilyen hőskorban, hogy honnan vesz az ember egy idegen nyelvű könyvet. Te egyáltalán magáról a retorikáról tanultatok valamit az egyetemen, és te ugye annak kapcsán úgy gondoltad, hogy de itt több minden van. Hát úgy képzeld, hogy én nem is tanultam, hanem akkoriban vezették be a tárgyat, amikor én másodéves lettem, és senki nem pályázott rá. Ugye az oktatók nem erre voltak, hát azért azt megelőzően egy közel 50 év szocializmusról beszélünk, amiben a retorikának nem volt különösebben nagy jelentősége, megírták a beszédet, az elhangzott, nem hangozhatott el más, meggyőzésre nem volt szükség, azt elvégezte maga a rendszer, hogy meggyőzessünk. Tehát úgy nem kapott senki utána, és akkor én akkor úgynevezett demonstrátor lettem, és elkezdtem gondolkodni, hogy hát ez nekem, hát ez egy izgalmas dolog, stilisztika, retorika, ez nem csak arról szól, hogy szintaxis, meg grammatika, meg hogy ragozunk, meg hogy rakok össze mondjuk egy mondatszerkezetet, hanem valami többről, valami társasról, és akkor megkaptam egy órát. És akkor kezdtem el, egyetemista koromban így kezdtem el tanítani. Azért hozzáteszem, hogy kitűnő tudósok, Adamik Tamás, ugye klasszikafilológus, latinista, kiváló professzor, akkor már ott az irodalmat tanította, tehát ott tanított retorikát, vagy aztán később ismerte meg a feleségét, Adamikné Jászó Annát, aki az olvasástanítás kapcsán foglalkozott vele, tehát nem légüres térben mozogtam, de egy nagyon pici körben, Bence Lóránt, a kiváló szerzetes egyébként egyetemi tanár ma már, akik beszéltek erről, de hát ez nem ért össze, meg nem volt egy kör. És valóban én voltam az első a rendszerváltozás után, aki ebből doktoráltam. Úgyhogy ez volt a szerencsém, mert nagyon sok bíráló nem jött szóba a doktori dolgozatomnál. Tehát olyan viszonylag kötött volt, hogy ki tudja megnézni, meg kiért hozzá. De egyébként volt bármilyen konfliktusod, vagy nehézséged abból fakadóan, hogy nőként egy tudományos pályára léptél? Abszolút. Igen. Ráadásul egy olyan témával, aminek nem volt meg a szerves folytonossága, ráadásul kicsit társadalomtudomány, kicsit bölcsészet, tehát azért halljátok most, hogy ezekről a dolgokról mit gondolunk. Tehát a lenézés, az, hogy ez jelentéktelen, az, hogy ennek nincs igazán fontossága, igen, az a mai napig jelen van egyébként a pályán. Az is a női rész is, tehát igen, ez egy a tudományban is, ott tényleg látjuk számosságban is, hogy több a férfi, ami azért különösen fájó, mert hiszen ma már egyre több nő PhD-zik, sőt, bizonyos területeken jóval több nő PhD-zik, de akik tovább jutnak olyan vezető tudományos helyekre, ott meg hirtelen eltűnnek, ami hát egyrészt kontraszelekciót is jelent, hiszen akkor a kevésből válogattatik ki a sok. Másrésztről meg nyilván egy kis problémát is, tehát amikor az ember mondjuk egy bizottságban ül, ahol csak ő nő, és akkor valamit le kell írni, és odafordulnak, hogy jó, akkor ezt lejegyzeteled? És akkor én mindig megkérdezem, hogy miért az menő vagyok? Tehát, hogy higgyétek el, ti is tudtok írni. Amikor én vezető lettem, akkor arra nagyon figyeltem, mert ez is egy nagy hiba sokszor szerintem női, a tudományos pályán mozgó nőknél, hogy
túl vannak rajta, és ha túlértek a betonfalon, akkor már nem figyelnek arra, hogy másokat segítsenek. És én nekem az küldetésem volt. Úgyhogy ma már inkább azt szokták mondani, hogy Petra, kéne ide egy fiú is. Tehát, tehát annyira félre ne értse senki, nem arról van szó, hogy ezt nézem elsősorban, de annyira látom a tehetséget a fiatal nőkbe, és annyira érzem, hogyha ott nem jön meg a támogatás, akkor lehet, hogy örökre félre csúszik valami. Akik hallgatják a beszélgetésünket, el se hiszik, hogy ma egy tehetséges, ragyogó, okos fiatal nő mennyit küzd azon, hogyha de belefogok a doktoriba, és most vagyok 23 éves, és a doktori 5 év, akkor én tudok-e szülni közben, akkor ki fogja megírni a disszertációmat, hogy fogok elmenni azokra a konferenciákra, amik nélkül nem kapom meg a fokozatot, és akkor valahogy azt a megerősítést adni, hogy neked ez mind teljesen jól menni fog. És még akár úgy is, hogy családot, mondjuk családalapítást. Sőt, így van. Mert hogy igazán meg ez a jó időben elkezdeni a családalapítást, hiszen van egy biológiai korlát, ez a bizonyos 45 év, és ezt én mindig mondom a fiatal kolléganőimnek, hogy higgyék el, hogy jó, ha megtehetik, és nem valami más kényszeríti arra, hogy később vállaljanak gyermeket, akkor nem rossz ám időben gyermeket vállalni. Tehát, hogy, mert akkor 50 évesen újra jön még egy időszak, meg 40 évesen újra jön még egy időszak. Tehát felépül szépen a női élet is. Akkor még mindig tudunk a gyerekünknek adni valamit, még az unokánknak is. De ez nem könnyű, és szerintem itt kell is a példamutatás. És az öröm, hogy egyszerre tudok örülni, és nincs vagy-vagy. Ugye? Tehát ez a másik nagy csapda, hogy na és akkor te neked inkább a karriered, vagy inkább a családod. Miért? Tehát az ember az egyik kezébe tud egy szatyrot fogni, a másik kezébe tud egy, nem tudom, egy, most pont a mobiltelefon jutott, vagy egy gyereket, igen. Vagy egy babakocsit is tud tolni. Ugyanilyen az élet. Senki ne higgye, hogy az élet könnyű. Hát az élet nehéz, de egyébként nehéz annak is, aki nem vállal a gyermeket, vagy aki nem alapít családot, annak másért nehéz. Igen, azt látom, hogy te ezt nagyon jól tudtad végül is működtetni a kettőt együtt, de volt-e olyan, amikor konfliktusba került benned a munka a családdal szemben, és mondjuk visszautasítottál egy feladatot, mert azt érezted, hogy na ez már viszont túl sok lenne? De érdekes, Piros, hogy ezt mondod, hogy jól működött. Én nem engedtem meg magamnak, hogy erről panaszkodjak. Tehát ezt valahogy el akartam kerülni. Nem abból indultam ki, hogy könnyű lesz. És nem abból indultam ki, hogy valaki más dolga lesz. És én ezt tulajdonképpen mint kihívás élvezni akartam. De hát természetesen tele voltam lelkiismeret furdalásokkal. Tehát jött a nem vagyok elég jó anya időszak, jött a szakmámban ez az imposztor, hogy sikerülhetett ez nekem, tehát ezek a nagy letörések megvoltak, a mai napig megvannak, azért hordok jó ruhákat, hogy felettessék a belső, ezt csak viccből mondtam, hogy felettessék a belső gyengeségeimet, és azért hordok határozott szemüvegkereteket, hogy ne lássák, hogy elpárásodik a szemem. Szerintem az ember a lelkét is edzheti, nem csak a testét. Tehát ez a kiinduló pont, hogy Hanvas Béla mondja, hogy csak azt érdemes megcsinálni az életben, ami lehetetlen. Mert az, amit könnyű, azt meg se kell csinálni. Tehát akkor csináld meg a lehetetlent, és néha egy kicsit lehetetlennek tűnik, hogy egyszerre ott legyek az ovis ünnepségen. És a konferencia záró akkordján nekem az segített abban, hogy priorizáltam. Tehát az nem volt kérdés, hogy a konferencia záró akkordja, vagy a gyerekem között mi a kérdés. De az, hogy elmenjek arra a konferenciára, az se volt kérdés. Igyekeztem így priorizálni. Biztosan sokszor tévedtem. És ha már így a munkamódszeredről beszélünk egy kicsit, hogy igyekeztél priorizálni, hogyan tudsz esetleg most is időt szenni arra, hogy azok a komoly tudományos művek, akár az előadások megszülethessenek, hiszen nagyon be vagy táblázva, van egy ilyen dedikált időd az alkotásra, vagy ezt egy kicsit szabadabban mozgatod? Azt vettem észre magamon, köszönöm, hogy megkérdezitek, furcsa az embernek, hogy ilyen személyes dolgok iránt is érdeklődtök, hogy hogyan kell ezt csinálni, hogy én a munkámban is szülök. Tehát van, aki jól beosztja, vannak különösen férfi kollégáim, akik elmegyek, hogy én naponta 2500 karaktert írok. Hát úgy irigylem őt, hogy hova tudta betenni azt a sávot, amikor épp nem főzött,
nem a gyerekkel beszélt, nem a kutyát sétáltatta, nem a, nem, a, ami még közbejött, nem az édesanyjával beszélgetett. Én nekem mindig az kellett, hogy akkor elszigetelek annyi időt, és szülök, tehát belemegyek a szülésbe. Most mindjárt vége. Bizony ez néha hónapok, de akkor is egy intenzív munkát igényel. Nekem a határidő volt mindig a szorításom. Tehát ne szépítsük. Tehát, hogy eljött az a nap. Volt olyan, az egyik könyvem az úgy született, hogy mondtam az édesanyámnak és a gyerek keresztanyjának, hogy hát nézzétek, ezt most nekem ide le kell ülnöm, és én nem fogok fölállni innen 4 hétig. És akkor jött az, hogy jó, de hogy csináljak, akkor hozták a gyereket, elém rakták, akkor elvitték. Azt a könyvemet a fiamnak ajánlottam. El is olvasta később, és jelezte, hogy jó, mama, ezt még később egyszer el fogom olvasni. Kicsit elméletire sikerült. Annyira elmélyültél. De akkor hát ezek szerint nyilván haza kellett vinned a munkát, tehát máshogy nem ment, de úgy is hazavitted mondjuk a munkát, hogy foglalkozol retorikával, kommunikációval, hogy akkor adott esetben a családtagokat is próbáltad ebben fejleszteni, vagy képesíteni, vagy képezni? Szerintem ezt mindenki tudja, hogyha valamivel foglalkozunk, akkor otthon ez általában ilyen, hogy na és te foglalkozol kommunikációval, amikor így vitatkozol, ugye ez a... Tehát, hogy otthon nem lehetsz ennek a bajnoka. A fiammal való, meg a családban való kommunikáció az viszont fontos. Tehát mi rengeteget kérdezünk. Tehát az egy természetes dolog, ezt csak mondom a családtagoknak is, hogy olyan tipikussá tud válni, hogy mindenki csak beszél. De hogy jól kérdezni sokat, észrevenni, hogy ő egy ideje nem beszél. Én az édesanyámnak is gyakran mondom, mint nagyszülőnek, hogy mama, egy csomószor megkérdezed a gyereket arról, hogy mi volt, aztán megválaszolod. Ugye ez a nagyszülőknek azért egyszer-egyszer így előfordul, hogy szívesen is mondják a választ arra, amit kérdeztek, hogy csak figyelj. Tehát az én programom az volt, hogy mindig figyelni. Valahogy azt, ahogy mondja, megkérdezni, hogy mi lenne akkor, hogyha ezt nem így fejezné ki, vagy mit gondol erről, vagy hogy hatott rá, váratlan kérdéseket, egyszerű kérdéseket föltenni, hogy de miért? Tehát miért gondolod így? Miért szeretnéd így? Ugye, amit a gyerekünktől úgy meglep minket, és úgy elgyönyörködünk 2 évesen, jaj, milyen okos, megkérdezte, hogy van Isten, ugye? De mi már soha nem kérdezünk ilyet felnőtt koromban. Hát kérdezzük meg a családban. Ez az egyik, a másik az, hogy ami nekem jól működött, hogy nem praktikus dolgokról beszéljünk. Arra ott van a paraván, vagy a nem tudom, vagy a mágnes a hűtőn. Ne, tehát ne az, hogy meghoztad a tejfölt? Igen. Parizet, ne viccelj, csak 15 dekát hoztál. Tehát, hogy nem, hát arról beszélünk, hogy jó-e ma a világ. Tehát én a fiammal nagyon sokszor beszélgettem arról, hogy képzeled el magad 10 év múlva, vagy hogy te hogy definiálnád a szerelmet, most ne nevessenek ki a hallgatók, hogy... Mert ugye el tudom képzelni, hogy arra gondolok, hogy Isten, egy 10 éves gyerektől megkérdezni, hogy te hogy határozod meg a szerelmet. De bele lehet abban, ugye nyilván jön az, jaj, hagyjál, ne viccelj már, vagy... De aztán bele lehet lendülni. Úgyhogy a mai napig, hogyha beszélgetünk, éppen most hétvégén mondtam a keresztmamának, hogy milyen csodálatos nap volt, mert hosszat együtt töltöttem a fiammal és a kedvesével, és olyan fantasztikus volt, hogy ő kérdezett, ahogy ő beszélgetett. Hirtelen olyan megnyugvás vett rajtam erőt, hogy talán képes lesz a boldogságra. Hogy valahogy úgy olyan telített volt a vele töltött idő. Én mindig így élem meg, ha a fiam velem van, mintha aranyat töltenének belém. Mint hogyha tele lennék. Szóval mindenemet megtölti az, hogy ott van. Neked tulajdonképpen a médiafogyasztás az majdhogy nem egy kötelező elem, hiszen muszáj, hogy nézd, fogyaszd a TV, rádió műsorokat, stb. Hogyan tudtad ezt is egyensúlyban tartani? Hogyan tudtad azt biztosítani, hogy ne lépjél át olyan korlátokat, amiket nem lett volna célszerű, illetve a fiadnak hogy tudtál segíteni, hogy ő miket fogyasszon, és milyen mértékben, és mikor? Ez tényleg egy nagy kihívás. És ma még nagyobb, mint amikor én kisgyerekes anyuka voltam, mert azért azt se felejtsük el, nekem 25 éves fiam van,
a mai szülők már maguk úgy élnek, hogy nem tették meg, hogy kikapcsolják a készülékeket, illetve legalábbis ezt hiszik, hogy nem tették meg. Ami nálunk jól működött, az az, hogy valóban csak egy bizonyos életkorban kapott mobiltelefon, de átmentünk ezeken a vágyakozásokon. Tehát én hiába kutatom ezt, én is átéltem, hogy a gyerek azt mondja, de milyen jól néz ki, de meg szeretném fogni, de a Gézukának már van. Úgyhogy én azt mondanám mindenképp, hogy 10 éves kor előtt saját készüléket ne. Tudom, hogy a 12 az ideális, de szerintem ez ma már nehezen megoldható, pláne mert az, ugye a szülőben magyarázza magának, hogy majd én ezen el tudom érni az én kis drágámat, ugye? És akkor minden szülőnek azt mondom, hogy nagyon rossz lesz, amikor nem éri el, mert amíg nem volt a gyereknél mobiltelefon, bízott benne, amikor már nála van, folyton retteg, mert most nem vette föl. Tehát, hogy ne okozzunk magunknak a keleténél idő előtt nagyobb traumát. A másik az, hogy együtt fogyasztottunk. Tehát, hogy legalább akkor ne külön szobába legyen. Ha lehet, akkor legalább pöszmörögjünk együtt. Tehát akkor ő is egy kicsit kattog, akkor hallom, ahogy felnevet, vagy hallom, hogy lehalkít egy videót, ugye, ezek a kis kamaszkori, ha egyáltalán hajlandó rá, de hogy akkor megkérdezem, ezt most miért halkítottad le, ez annyira kínos lenne, ha én is hallanám, és akkor ugye el lehet egy kicsit ezen nevetgélni, vagy... Én sokszor én azt csináltam, hogy tanácsot kértem tőle, hogy ő valamit hogy keres, hogy rájöjjek, hogy mit csinál. Szerintem ne legyünk nagyon dogmatikusak. Ez egy nagyon nehéz világ. Tehát mindig azon nevetek, hogy az e-napló idején azt várjuk, hogy a gyerek ne legyen bekötve az internet. Tehát ez van benne valami bizarr. Tehát én gyerekkoromban megnézhettem az ellenőrzőmet, nyilván ő is meg akarja nézni. Az, hogy ez most már digitális, hát ez van. Tehát... És azért lehet ezzel is sok mindent tanulni. A videójátékot azt nem engedtem. Azt semmilyen engedtem. Formáján? Olyan értelemben se igen. Foci, se autó. Foci, igen. Csak az ugye akkor, és ezt is javaslom, hogy legyen olyan hely, ahol használja, és az mondjuk a nappali legyen, ne az ő sarka. Hogy látszódjon, hogy kipakolja nem tudom, az irányító szerkezetet, meg lássam, hogy izzad éppen, hogyha együtt dolgozik azzal a programmal. Tehát ilyenek voltak. Ilyenek voltak. És nem álltam ezeknek ellen, de például az erőszakosság az nálunk az nem működött. Hozzáteszem, szerencsés voltam, mert nem vágyott rá a fiam. Tehát itt azért nagyon nehéz, amikor erre nagyobb fogékonyság, valamilyen más ventiláció miatt fogyaszt ilyeneket a gyerek. Halljuk, hogy egy csomó gamerből nagyon tehetséges kutató lesz. Tehát, hogy ezen se kell nagyon aggódni, ugyanakkor azt mondanám, hogy egy gyerek nem ülhet 12 órát egy sötét szobában. És ez az utolsó, amit mondanék, a sport visz el nagyon jól, nem lehet úszás közben netezni. Tehát, és a másik a zenetanulás. Tehát minden, ami az embert és egy valamire képes eszközt összekapcsol, ugye, hogy tehát nem, persze meg tudom nézni a mobilomon a kottát, de alapvetően mégiscsak az a hangszer meg én vagyok, és az egy másik világ is. A küzdés szó többször előjött már most a beszélgetésünkben, és tudom, hogy számodra ez egy fontos dolog. És hogy vajon hogy segíthet minket az, hogyha meg kell küzdenünk az eredményekért, és mi lehet az, hogy igazából azt értékeljük, amiért megküzdöttünk? Ugye szokták mondani, hogy mindent jobban értékelünk, mindent a belé fektetett energia arányában tudunk értékelni. Ezért javaslom mindenkinek, hogy hosszan udvaroljon, mert értékesebb lesz tőle az emberi kapcsolat, hogy részletezően nevelje, vagy szeretgesse a gyerekét, mert attól minden pillanat értékesebb lesz, és igen, dolgozni, tehát küzdeni kell, egy kicsit olyan ez, mint az MRI felvétel, hogy azért látjuk jól az agyat, vagy a testrészt, mert olyan aprólékos a felvétel. Hát minél aprólékosabban és többet dolgozunk, annál jobban fogjuk látni az élet értelmét szerintem. Mondjuk azért konkrétan szólva a küzdés azt is jelenti, hogy felbírjuk magunkat szívni. Tehát, hogyha kell, akkor megyünk. Hogy tudunk töltekezni. Hogy néha megengedjük magunknak, hogy sajnáljuk egy kicsit magunkat. Szóval azért szabad. Tehát én nekem is voltak olyan esték, a mai napig vannak, hogy na, most jól kísérom magam. Tehát van ilyen. És akkor beteszek ilyen régi, nosztalgikus zeneszámokat, amik ugye picit olyan tisztítókúra, és akkor túl is vagyok rajta, a Kovács Kati elénekelt, és sírni. Sírni nem szabad, én egy jót sírtam, és megyünk tovább.
úgy, ezért is hálát adok Istennek, hogy végül is tudok sírni, még számít valami. És a fordítottja is, amit meg még mondanék, hogy is beszéljünk a sikereinkről. Tehát a küzdésben az is nagy erő, mi nők megszokjuk, hogy mindig szerénynek kell lenni, és nem elmondani, hogy igen, nekem ez megy, én ezt jól tudom csinálni. Nekem ez bevált, én ebben nagyon jó vagyok. Hát mire én ezt egyszer kimondtam, én utána napokig borogattam magam, hogy de hát ez nem is igaz. Hogy lehetek ilyen nagykép, és miért nem mondtam el kétszer, meg háromszor, hogy nem. És azóta simán megpróbál, még mindig nem megy könnyen, de a barátnőm sokat biztat, hogy mondd ezt még egy kicsit, mondd ezt még. Ez is segít a küzdésben, mert mégis azt az erőt adja, hogy megbirkózom én akármivel. Én most 52 éves vagyok, és minden nőtársamnak azt mondom, hogy nagyon jó időszak. Még egy új erőt kaptam valahonnan. Nehéz volt az 50-ig, tehát ott volt egy ilyen, de ez az 50, még van előttem pálya, még érzem, hogy még számítok a gyerekemnek a hétköznapokban is, tehát még néha felhív és tanácsot kér. Tudom, hogy ha minden úgy, ha jól alakul, akkor unokáim fognak születni, hogy még van előttem valami, újra erőt érzek magamban, és hogy ezt mindenkit biztatok, hogy eljön, el fog jönni. Ez az új kezdet is. Szoktam mondani, hogy most kezdem el az új múltamat. És hogyha lenne lehetőséged arra, hogy találkozzál azzal az önmagaddal, aki megtudja éppen, hogy kisbabát vár, akkor mit mondanál neki, mit tanácsolnál neki? Semmit, csak megölelném. Az életed legjobb dolga következik, azt mondanám. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk, és hogy a vendégünk voltál. Élmény volt, hálás vagyok a figyelmetekért. Köszönjük a figyelmet! Műsorainkat ismét megnézhetik, és meghallgathatják a család.hu oldalon. Ha nem szeretnének lemaradni a legújabb egyensúlyban adásokról, iratkozzanak fel csatornánkra. Maradjunk kapcsolatban és egyensúlyban!